Még nem túl magabiztosan járkel a parlamentben a Jobbik új képviselője. Bence János most kezdte első ciklusát. Az épített környezetet nekem még szoknom kell, természetben vagyok jobban otthon, de kezdek el, tehát megvan a maga logikája. A mezőgazdasági bizottság ülésére siet, most találkozik életében először személyesen a miniszterrel. Kicsit izgul. Egy egészséges izgalom természetesen van bennem, mert Nagy István miniszter úr nagyon kíváncsi vagyok, hiszen méhész kollégám. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy mind méhész a méhészen meg fogjuk találni a hangot, hogy mind politikus a politikussal, aztán majd eldönti az élet. Míg más, persze kormánypárti képviselők a miniszterrel fotózkodnak, ő kissé megilletődve ül a névtáblával kijelölt helyén. Nem ehhez szokott. Semmire sincs pénz, tehát ez saját emberem vágja az utat, nem a közmunkások. Tolna megyében Simontornyán él, és nem is akar elköltözni onnan, pedig egyáltalán nem elégedett. Vidéken nehéz élni, az idősek helyére nem jönnek fiatalok, és ezt amúgy Orbán Viktor beismerte egy kaposvári konferencián, hogy hát vidékfejlesztés az elmúlt 12 évben nem volt sikeres. És ez mutatja, tehát én mindig azt mondtam, hogy ne a politikai marketinget figyeljük, hanem a valóságot, ami körülvesz minket. Ő maradt vidéken. Informatikusnak tanult, de egy méhés családban ősült. A feleségével együtt a szakmát is megszerette. 29 éve ebből él. A méhész szertartásnak az alapja, füstöt gyújtunk. És nyugodtan is én szólni fogok, ha gond van, de nem lesz gond. Büszkén mutatja a méheit, bár szabadkozik, hogy az állománynak csak a kisebbik részét láthatjuk. Friss viaszépítmény. Ez teljesen friss, ők azt most készítették. Ennél szebb munkahelyet nem tudok elképzelni. Ezt abba hagyja a képviselőség miatt? Nekünk azért erős 200 család megmaradt. Mi 600, mondjuk azt, hogy 600 családról szereltünk le úgy, hogy a képviselőség mellett menjen. Én úgy vagyok vele, hogy a parlament után is lesz élet. Én mindegy, hogy a magyar vidékről ide fogok visszajönni. Méhésznek lenne, az nem szokma, az életforma. A családja többet segít majd a vállalkozásban, míg ő a parlamentben lesz, bár a felesége és a háromból a legidősebb gyermeke is allergiás a méhcsípésre. 2006-ban kezdett érdeklődni a politika iránt, 2008-tól a Jobbik tagja. Korábban a Tolna megyei közgyűlésig vitte, de magasabbra vágyott. Nagy politika hajtja működteti az országot, tehát én azt mondom, helyben se szakmának, se vidéknek, Isten igazából lobby ereje nincsen. Azt állítja, a képviselőséggel járó jó fizetés nem számít, bár a bizottsági tagsággal együtt 1 millió 50 ezer forintot visz majd haza. Aki benn van a versenyszférában, a banki szektorban, komolyabb vállalkozása van, ők ezt hozzák. Tehát ez nem akkora csoda fizetés, de viszont itt vidéken, ahol az emberek 60-80 ezer forint nyugdíjban nyomorognak, ahol egy kezdő pedagógus hazavisz 150-160 ezer forintot, ott ez hatalmas pénznek számít. És én úgy vagyok, hogy ezért a pénzért, amit kapok, amit az ő adójukból kapok, ezért meg kell dolgoznom. Nekem első héten már napirend utáni felszólásom volt a parlamentben. Mi azt látjuk, hogy ez a pár száz méternyi romos aszfaltcsík túlélte az összes előző kétharmadot. Büszkén szaporítva testén a kátyuhegeket. Hát én nem akarom, hogy ők azt gondolják, hogy én beültem oda ezért a nevezük, hogy jó bérért, elüldögelek ott 4 évet, és egy szót se szólok, ha más nem tudok, az ő hangjukat elviszem. Azt mondja, ő az örökös induló, többször is ringbe szállt egyéni képviselőjelöltként, de mindig alul maradt. Legutóbb és idén is Süli Jánossal, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszterrel szemben. Most listáról jutott be a parlamentbe. Szerintem az lenne normális világ, a kettőnk munkája kiegészíti egymást. Ő jóval többet tehet, én jóval kevesebbet, de viszont én szabadabban hallathatom a hangomat, mert nekem nem mondják azt, hogy ezt nem mondhatod, mert a kormánynak nem tetszik. Persze illúziói nincsenek.